Az az ige, melynek alapján most a Szentlélek segítségül hívásával az üzenetét hirdetem köztetek, Márk evangéliumban található, Márk evangéliumban első részében, folytatása a korábbi történetnek, 12. versről olvasom a 15. versig terjedő szakaszt. Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangélium. A múlt héten beszélgettem egy egyetemistával, orvosi egyetemista, hát ilyen 6 éves körül jár, pontosan már vége felé, gyakorlatai vannak, és nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, mert egyrészt azt tükröződött benne, hogy nagyon szereti azt, amit tanult, hát ez nem biztos, hogy furcsa egy egyetemistánál, hogy szereti, de úgy nagyon lelkesen beszélt róla, és el is mondta azt, hogy úgy egyébként az egész orvoslás, meg hogy belgyógyászat, meg ilyen furcsa szavakat mondott, az nem annyira az övé, úgy mindent nem tud, de az a speciális terület, ami felé szeretne menni, az nagyon szeret, és az nagyon érdekli. És azért megy oda, arra a szakra. Izgalmasnak tartja az egész orvoslást, tehát én még jobban, mert nem értek hozzá, de nagyon csodálom, hogy valaki ebben eligazodik. És eszembe jött egy teológus is, nincs jelen most, itt nem kell megérni. Van nálunk egy ilyen gólyaest, ahol mindig bemutatkozik, hogy honnan jött, hogy jött a teológiára, valamikor az humorosabb, valamikor komolyabb. Az egyik gólyaest után az egyik fiú felkeresett, hogy beszélgessünk egy kicsit, hát hogy gyanús volt, hogy a gólyaest után érdemes beszélgetni, és elmondta, hogy hát tulajdonképpen ő már nagyon szeretne szolgálni. Szeretne Isten szolgálni, kimenni misszióba, mindenfélét felsorol. De hogy ez a héber, görög, meg latin, meg ezeket nem tetszenek neki, hogy ezek a tárgyak. Úgyhogy ő már most menne ki. És úgy szimpatikus is volt a fiatal ember, meg úgy furcsa is volt, hogy valaki a mondjuk másfél hónapi tanulás után azt mondja, hogy hát ezek a tantárgyak annyira jók, de ő már menne ki szolgálni, aztán el is ment rövidesen a teológiáról. Hát ez a két példa jutott eszembe, hogyha arra a címre gondolunk, ami ennek az igehirdetésnek is a címe, Jézus a pályakezdő. Kicsit furcsa ez a cím, de nekem nagyon tetszett. Egyébként Kármi még jobb címet talált ennél, ez az egyik kommentáriában, mikor erre a történetről úgy ír, hogy ezt mondja, hogy Jézus az újonc, Jézus újonc éve. Jézusnak ez az első időszaka, amikor nyilvánosságra lép. Hát egy kicsit Jézus útjára tekintünk ezen a mai estén, és meglátjuk, hogy milyen párhuzamokat találunk a saját életünk, a saját életetek felől. Hát ugye ezt megszoktuk már, talán el is hangzott, és nem is furcsa, hogy Márk evangélista az így belecsap a történetbe, nem nagyon kelt el, hogy itten karácsonyi történet, meg bölcsek, meg nem tudom, Zakariás, meg ilyen furcsa történetek, meg nincs prológus, meg Jánosnál ilyen nagy elvont filozófiai részek, hanem egyből elkezdi a történetet. Keresztelő János, kísértés, és így megy tovább. És már benne is vagyunk az evangéliumban, ebből a szempontból nagyon jó a Márk evangélium, hogy nem kell sokat itt bevezetést tartani, hanem egyből ott vagyunk, mi magunk is úgy érezzük, hogy benne vagyunk egy kicsit a történetben. És ez a Jézusnak ez a nagyon kezdő ideje, időszaka, ez a mondott Calvin azt mondja, újonc éve. Ez nagyon, nagyon elevenünkbe vált, hiszen éppen arról szól, ami sokszor a mi életünkben is probléma. Az egyik az elbizonytalanodás, a kísértés, ez a történet ugye erről szól, és a másik pedig a biztos alapok. Elbizonytalanodás és biztos alapok.
ez a kettő úgy változik időnként az életünkben. Nagyon érdekesen írja le a Márk evangéliuma a megkísértés történetét. Az benne nagyon érdekes, hogy nem is írja le, hanem csak annyit mond el, hogy 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Hát ez egy nagyon rövid leírás, egyik más evangélista sem említi ezt a furcsa dolgot, hogy vadállatokkal volt együtt, és hogy angyalok szolgáltak neki. Számomra ezt a két attitűdjét adja Jézus felkészülésének, az egyik az elbizonytalanodás, a másik pedig a biztos alap. Az elbizonytalanodás a sátánnak a kísértése, a vadállatok, a másik része pedig a biztos alapok, a megerősítés, az angyalok szolgáltak neki. Hát, hogy nagyon pontosan ezek a vadállatok mit jelentettek, azt sokan próbálták megfejteni, teológusoknak jó feladat, teológusoknak házi feladat, de másoknak is, hogy mit lehetnek ezek a vadállatok, sehol nem ír a Szentírás egyébként ilyenekről, hogy ott a sivatagban támadtak volna. Én a legokosabban egy kommentárban olvastam utána, ezt szeretném inkább felolvasni, ha el tudom olvasni a saját írásomat, kiírtam ezt az idézetet, nagyon jó egyébként ez az idézet. Márk vadállatokról beszél, melyekkel együtt van a Jézus, arról nem szól, hogy testi épsége, mármint hogy Jézusnak veszélyben forgott volna, de annál inkább láthatott a bőtölésben, szakadatlan tusakodásban, kimerült lélek, köréje tekergőző kígyókat, rajta mászkáló ártalmas férgeket, feléje közelítő oroszlánokat, vérszomjas tigriseket. A kísértő alakja aszerint változik, amint azt a lélek titokzatos sötét kamrája előhívja. Ez nagyon különös megfogalmazás, ugye leírja, tisztázza egyrészt azt, hogy hát nem kell itt ilyen nagy seregekre gondolni, hogy Jézus körül ott mászkáltak ezek a vadállatok, de ez egy nagyon elgondolkodható kép, azt mondja, a kísértő alakja aszerint változik, amint a lélek titokzatos sötét kamrája előhívja. Rögtön ez a kommentár hozzá is teszi Luthernek a példáját, aki a Warburgi várba küszködött saját hivatása felől is, akkor ugye egyszer kísértést szenvedett, hogy valósággal látta az ördögöt, és hozzá is vágta a tintatartóját, és teológusokhoz szoktunk menni Wittenbergbe kirándulni, akkor mindig oda megyünk az őrökhöz, és megkérdezik, hogy hol van ez a tinta folt, azt mondták, hogy hát ez egy jó legenda, de nem tudták sosem megmutatni eddig. De hogy Luther ilyen ennyire látható módon, plasztikusan átélte a kísértést, hogy ott a szobában konkrétan úgy érezte, hogy valaki még van rajta kívül, és el akarja tántorítani őt az ő hivatásától. Hát valami ilyesmit jelenthet a Jézus megkísértésénél is, én úgy fejtettem magamnak meg, végül is a magyar nyelv elég egyszerű, nem adja vissza, a vadállatok azt jelenti, hogy az, amitől az ember igazán fél. A félelemnek a kifejeződése. És ez lehet konkrétan egy állat is, lehet, hogy valaki épp egy póktól fél, mert számára az a vadállat, valaki pedig egy kutyától, vagy valamilyen más állattól. És az elbizonytalanodás Jézus életében a sátánnak egy olyan eszköze lett volna, vagy egy olyan eszköze, hogy őt az egész egzisztenciájából, az egész hivatásából kimozdítsa, kibillentse. Ugye azért van szüksége erre a 40 napos küzdelemre, hogy Jézus azt a hivatást, amire Isten elküldte erre a földre, az emberek emberiségnek a megváltása, azt be tudja tölteni. És az elbizonytalanodás az én számomra a félelemnek a kifejeződését jelenti. Három ilyen félelmet gondoltam át, lehet, hogy sokkal több is van, vagy ti is sokkal többet tudnátok mondani. Az egyik ilyen azok az elemi félelmek, amik bizonyos elemek okozzák, akár tárgyak, akár sötétség, ott valakinek a híd, valakinek a talajnélkülisége, vagy az álmok, nagyon sok minden okozhat félelmet.
Én a kollégiumban vagyok, ugye spirituális, vannak ott olyan diákok, akik nem teológusok, jó páran, és nekik van egy otthonóra. Tegnap este megnéztünk egy filmet, nehezen jegyzem meg a címét. Rém hangosan és írtó közel, köszönöm. Egy kisfiúról szól, New Yorkban él, és az elején felsorolja, mi mindentől fél. Nagyon érdekes, hogy szinte mindent felsorol. Alig már kimenni az utcára, fél magas házaktól, a hústevő emberektől, a madaraktól, a hidaktól, és gyakorlatilag elmegy egy kis küldetés teljesített New Yorkba, és szinte mindentől fél, de ezeket a félelmeket folyamatosan legyőzi, mert annyira be akarja tölteni az ő küldetését, de ilyen elemi félelmek vannak benne. Ez az első. Aztán van ilyen, hogy egzisztenciális félelem. Ez is időnként eléri az embert, lehet, hogy ez nem annyira, nem érzitek annyira aktuálisnak az életetekben, de van ilyen is, amikor az ember azon kezd gondolkodni, hogy a saját élete milyen lábakon áll. A szülei segítik, támogatják, de az ember mondjuk elmegy külföldre tanulni, vagy önkéntes diakóni évre, akkor ugye össze kell magát kapni, hogy gyakorlatilag most a saját lábomon állok meg, még ha van is egy intézmény, vagy valami mellettem, vagy mögöttem. Jézus életében ez az egzisztenciális félelem nem ebben tükröződik, hanem elsősorban a magánban. Tehát, hogy egyedül kellett a kísértést ott valahol a sivatag egyik szögletében megélni. És ez is lehet a félelemnek egyfajta válfaja, hogy valaki a magánytól fél. Nem feltétlenül attól, hogy magányos marad az életében, hanem az, hogy egyedül van, hogy nincs mellette senki, hogy meg tudja osztani azokat a dolgokat, amik benne vannak. Jézusnak ugye a kísértésében itt nagyon erősen belejön ez a magányosság, és amikor majd úgy írja az egyik evangélium, hogy a kísértés eltávozik egy időre tőle, és a Getsemáné kertjébe visszajön, amikor harcol, küzd éppen az ő küldetésért, akkor ez a magány még erősebben előre emlékeztek a történetre, hogy tanítványoknak mondja, hogy hát egy órát kellett volna velem virasztani, és ennyit se tudtok, és magányosan kell megélni ezt a nehéz időszakot. Ez az egzisztenciális félelem. És a harmadik pedig a feladattól való félelem, hogyha valaki kap egy feladatot, akkor sokszor így megijed tőle. A teológusoknál ez nagyon fel szokott jönni, hogy időnként nagyon megijednek a teológusok, és akkor nagyon összekapják magukat. Sok ilyen példát tudnék mondani, most nem mesélek sokat, de van ilyen, amikor ilyen váratlan helyzetbe kerülünk, és akkor nagyon mindenki nagyon oda tudja tenni magát. A feladattól is lehet félni. Amikor valakit megbíznak egy feladattal, és akkor azt mondja, hogy jaj, hát ez a feladat, ez most az enyém. És egy picit azzal a szóval adnám vissza, ami most engem is sokat foglalkoztat, ez a feladatnak való megfelelés, ez a megfelelés kényszer. Hát végülis jó részt egyetemisták vagytok, tudjátok, hogy ez mit jelent. Hogy hát itt embereknek kell megfelelni. Sokszor az ember azt érzi, hogy hát én nem is ma hangsúlyozzák általános iskolától kezdve, fiam, lányom, az életnek tanulsz, nem a tanárnak, nem az iskolának, nem a hazának, hanem az életnek. És akkor az ember úgy egyetemista korában, de hát nem, hanem a tanárnak akarok felelni. A vizsgán tudom, mit kell mondani. Így számolják, ennyit kell mondani, és nem többet. Nem azért, hogy tudjam később ezt, hanem le akarok felelni. Vagy hogy milyen stíl kérdezgetik vizsgálatot, hogy milyen stílushoz a tanár. Mit kell neki érni, hogy átmenjek a vizsgán? Ez is egy ilyen megfelelés. Vagy a szülőknek való megfelelés. Minden ember szeret, és kisgyerekeknél ezt nagyon látni lehet, főleg olyan nagyon kiskorban, hogy mennyire szeretne megfelelni annak a várakozásnak, amit a szülő elvár tőle. És így kicsit még időnként görcsösséget is teszi, vagy éppen ez teszi rendszeretővé valakit, hogy nagyon meg akarok felelni. És később ez nagyon sokszor megváltozik az ember életében, ez a megfelelés, vagy nagyon kitör, hogy én most aztán már senkire nem volt megfelelni, se Istennek, se magamnak, senkinek, vagy pedig ad egyfajta ilyen konszolidációt az ember életében, hogy igen, hát vannak dolgok, amihez mégiscsak fontos tartozni.
Mind a három dolog, amit a félelemmel kapcsolatban említettem, ez Jézus életén is végig megy, neki ez a kísértés ideje volt, amikor ezek a félelmek benne is előjöttek, ő emberként átélte mindazt, amit mi is átéltünk. Ezekben a dolgokban is, az elemi félelemben, a magányban megfelelés a feladatnak, és ezt mondja is a Szentírás, hogy azért jó példa ebben Jézus, mert ő maga is kísértést szenvedett, nem valamiképpen fölöttünk állt ebben a kérdésben, egyébként persze ő Istenként fölöttünk áll, de ezeket a dolgokat ő átélte, ezért tud segíteni nekünk ezekben. A másik része ennek a résznek pedig így hangzik, hogy angyalok szolgáltak neki. Hát ezen is sokat gondolkoznak a teológusok, hogy hát mit segítettek neki az angyalok, mit segíthettek. Ugye enni nem lehetett, betakarták, hogy mit csináltak az angyalok, hogyan voltak jelen egyáltalán. Valamelyik teológus úgy fogalmaz, hogy az angyalok jelenléte sokszor olyan, hogy nem láthatóak, ott vannak, de nem láthatók. Amikor mi azt mondjuk, hogy az életünkben is vannak olyan dolgok, szintén angyaloknak nevezzük őket, ezek nem láthatók általában. Vagy valaki azt mondja, hogy csak az az ember nem látja, akire vonatkozik. Egyébként ott vannak az angyalok, van akinek az életében. Hát hogyan szolgálhattak neki? Én azt gondolom, hogy neki is, és ha magunkra gondolunk, Isten hogyan segít nekünk, akár egy másik emberen keresztül is. Az egyik ilyen volt ez valóban az őrzés, a védelem. Így is fogalmazza meg a köznyelv is, hogy vannak olyan angyalok, akiknek éppen ez az őrzés, az őrző angyal a szerepe. A kitartásban, az őrzésben, pontosan a vadállatokkal szemben, a kísértésben Jézust megóvják az angyalok, őrzik. Aztán azt gondolom, hogy a buzdítás is ilyen. Az angyalok sokszor, és itt érezzük talán leginkább át, amikor személyesen angyalok vannak az életünkben, úgy gondoljuk, hogy isteni beavatkozás történik, főleg egy-egy más személyen keresztül. A Bibliában is sok ilyen van, amikor egy angyal ilyen buzdító, tovább léptető szerepben van. Gyakran nekünk is ez a szerepünk, ha valaki elkeseredik, mint egy vizsgőidőszakban, vagy valami nem sikerül az életében, személyes életében, tanulmányaiban, akkor a buzdításnak nagyon nagy szerepe van. Hogy valaki mond egy olyan mondatot, ami lehet, hogy tök sablonos, lehet, hogy közhelyes, de hogy valaki mondott valamit, az nagyon sokat jelent. Most már ugye a modern elektronikában nagyon sok minden van, egy SMS, vagy egy kis mosolygó kis arc, vagy bármi, valakinek küldtem véletlenül a új telefonommal, és küldtem egy üres SMS-t. És azt mondta, hogy jaj, de hogy küldtem egy üres SMS-t, annyi mindent beleképzelt. Ez tök jó, egy üres SMS-eket fog küldeni, és hát mindenki találja, hogy mire gondolt. Nem pedig véletlen volt. Tehát, hogy ez a buzdítás, ez sokszor ilyen, és mi is igényeljük ezt a buzdítást. És amit itt Jézus is megél, ez pedig a továbblépés is. Jézusnak is egy időre vonatkozott ez a szakasz az életében, ez a kísértés, 40 nap volt, és az angyalok pedig szolgáltak neki. A továbblépés sokszor egy ilyen beavatkozást jelenti. És gyakran éppen a pályakezdésnél, amikor az ember olyan elveszettnek érzi magát, akkor van egy ilyen, úgy gondoljuk, hogy isteni beavatkozás, nem véletlen, hanem valahol, ahol nem is gondoljuk, egy tanulmányosztályban egy angyal elintézte a kódomat, nem tudja a jelentkezést, sokszor az ember elkeseredik ezekben a dolgokban, és van egy olyan ember, aki másképp reagál, és azt mondjuk, hogy hát ez egy valóságos angyal, mert mibe segített, amit nem tudtam volna elintézni. Ez az angyalok szolgáltak neki valamiképpen a
továbblépést jelentette, jelentette Jézusnak is, hogy hogyan szolgáltak neki még, egyébként nem tudjuk, de ezek a motivumok benne lehetnek ebben a kettőben. Tehát a megkísértés történet ennyiben fontos számunkra, az elbizonytalanulásban, a félelmeinknek a kifejeződésében és a megerősítésben, amivel Isten megerősíti az életünket. És mindez azért volt fontos, mert Jézus, mint pályakezdő, ekkor mondja el az első prédikációját, első üzenetét, ami hát meghatározó lesz Jézus egész életére. Nagyon fontos mondat, azt mondja, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Én azt gondolom, hogy ez a Biblia egyik legfontosabb mondata. Ezt még annak idején görögül is megtanultuk. Ezt már nem tudom, annyira nem is fogom idézni, de ez egy nagyon fontos mondat volt. Sokáig magyarázta a professzorunk is, hogy mennyire fontos volt, hogy betelt az idő. Ez egy mennyire erős kifejezés a görögben, hogy betölt. Olyan, mint mikor egy üres valamit betölt valaki, és túlcsordul. És betelik valami, megtelik valami, és Jézusnak ez a mondata, amiről aztán a legtöbb példázatot mondja, a legtöbb módon fejezi ki az életében azt, hogy mit is jelent az Isten országa. Isten országa eljött a földre, elhozta Jézus maga. És így két dolog lesz fontos, azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Így lesz az ember élete, hogy így áll helyre, igazán a félelmekben és az erősségekben is, hogyha az ember életében ez a változás bekövetkezik. Mert az ember szeretné megismerni Isten országát, annak a polgára szeretne lenni, akkor azt fel kell venni annak az állampolgárságát. Életváltozással jár ez, megtéréssel. Megtérés az eredeti szöveg szerint is megfordulást jelent. Inkább, ha esetben fordítjuk, odafordulást valamihez. Mint mikor valaki nem háttal beszél neked, hanem odafordul. És akkor látod, hogy most ő valamit akar. Az evangéliumban lehet, és a megtérésben lehet ilyen, amikor az ember teljesen megfordul. Régen nagy lelkes prédikátorok mindig mondták, hogy az ember életében 360 fokos fordulatnak kell bekövetkezni. Ugyanoda kerül, lehet, hogy valaki egyébként ugyanoda kerül, de ha 180 fokon maradunk, akkor tényleg egy megváltozás, egy megfordulás van. De az is elég ebben a megfordulásban, ha valaki Isten felé fordul. Megtérés azt jelenti, hogy eddig a saját magam akartam uralni az életemet, irányítani, és most már azt szeretném, hogyha Isten irányítaná. Hogyha ahhoz az országhoz tudnék igazodni, mint ennek az országnak a királya, Jézus. És ő ezt az evangéliumban fejezte ki. És amiről igazán szeretnék egy pár szót mondani, ez maga az evangélium. Hiszen ennek a résznek a kísértéssel, az első rövid mondata vagy prédikációval megegyezően az a lényege, hogy ez a lényeg az evangélium. Azt mondja, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez a valahol az életünknek a leglényegesebb pontja, hogy mi a viszonyunk az evangéliumhoz. És ezt jó, ha átgondoljuk, hogy ez a szó, amit ismerünk, mert hiszen négy evangélistának a munkáját, írását evangéliumnak hívjuk. Egyébként is időnként használjuk, még a világi nyelvezetben is hallják, hogy jaj, nagy evangélium győzött a csapaton, vagy nem tudom, még sokszor egész profán környezetben is használják, de tudjuk, hogy ez mit jelent. Azt a bejelentést jelenti, amit a karácsony éjszakán az angyalok elmondtak a pásztoroknak, hirdetett nektek nagy evangéliumot, örömhírt. Ezt jelenti az evangélium, és
Én azt gondolom, hogy az evangélium az a dolog, ami az ember életében egyszer felragyog. Az evangéliumot lehet hallgatni sokféleképpen. Lehet lelkesen, lehet kicsit unottan, lehet unalmasan, lehet megszokottan, sokféle módon. Én azt gondolom, az evangélium egy olyan dolog, ami az ember életében legalább egyszer felragyog, hogy fel kell neki ragyogni. És úgy is mondom ezt, mint lelkész gyerek. Lelkész gyerekeknek is biztatásul mondom, hogy felragyoghat az evangélium lelkész gyereknek is. Bár ez sokszor nagyon nehéz, mert az ember az evangélium közelében él, egy parókián, a templom közelében, és lehet, hogy egy idővel megterhelő lesz mindaz, ami történik egy parókián, mert mindig arról van szó is, és az ember nem tud ebből kitörni. De azt gondolom, hogy egyszer Isten mindenkinek elhozza az életében, hogy felragyog valahogy Jézus Krisztus, maga az evangélium, a kereszt. Én is, mint mondtam, lelkész gyerekként nőttem fel, és nagyon sokat hallgattam a gyerekkortól fogva, jártam hittanórára, konfirmációra jártam, Isten tiszteletre, és nagyon sokszor hallottam már, hogy mi az az evangélium. Itt valaki megkérdezte volna, hogy na, Andriska, mi az evangélium? Elmondtam, na, Jézus, eljött a földre, megkart értünk a keresztre, feltámad. Ez az evangélium röviden. Szeretetben, szeret minket Isten. De mégis az életemben el kellett jönni egy olyan pontnak, egy ilyen ifjúsági héten, Tahiba, amikor úgy ragyogott fel az evangélium, ahogy addig még soha. Tehát amikor valóban, mikor valakinek láttok a szemében ragyogást, amikor úgy tényleg, talán olyan példákat szoktak mondani, hogy kisgyerekek szemébe látni. Tanultam vallástanárnak, akkor elmondta az egyik tanár, hogyha valaki a gyerekek szemében óra előtt nem látja a ragyogást, a tudás vágyat, akkor hagyja ott a pályát. Mindig azt mondtam, hogy nézni őket, hogy látom a ragyogást. És tehát az a ragyogást egy kicsit más jelent, és azt gondolom, hogy ezt jelenti, hogy ha az ember az evangéliumot megérti, akkor fölragyog. Ahogy szépen mondja a Pál apostol egyik levelében, hogy támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ezzel a szóval mondja, hogy Krisztus az ragyog. És ez nagyon jó dolog. És ezért fontos azt átfuttatni rajtunk magunkon is, hogy mit is jelent az evangélium. Ezt szeretném röviden elmondani, úgy is, mint akik azt is feltételezem, hogy sokan ezt tudjátok, és inkább csak megerősíteni szeretném. Az evangélium az örömhír lényege, az első az, hogy megtudja az ember, hogy mit akar Isten ebben a világban, mit akar ezzel a világgal, és miért jött el Jézus. Ez evangéliumnak a lényege. Miért jött el Jézus erre a földre? Mit akar egyáltalán Isten? Nem véletlen, hogy Jézus erről beszél az első prédikációval. Miért jött el? Eljött az Isten országa, itt van közöttetek, elérhető vagyok. Ennyit mondott el az akkori embereknek. És ez egy óriási dolog volt, hogy Isten országa, ami eddig bizonytalan, nem látható volt, itt van most közöttetek. Mit akar Isten, miért jött Jézus? Ez a két kérdés, amire az ember válaszolhat. Igen, tudom, mit akart Isten, és hogy miért jött Jézus. A második része az örömhírnek az, hogy az Isten országa valóság. Az Isten országa az nem egy ilyen kitalált hely, mint kitalált a teológusok, a Bibliában van kis elvont metafora, hogy hát ilyen jó kis példákat, Jézus a magvetőről, a Húza és a Konkolyról, meg a nagyvacsoráról, a sok mindenről, hanem ez egy valóságos hely. Amit Jézus elhozott erre a világra, és úgy is mondhatjuk, hogy minden hely fölötti hely, nem egy olyan valóságos hely, mint a Gyulai Pál utca 9, hanem minden hely fölötti, mert az Istenhez tartozik. Biztos tudják sokan róla, hogy ilyen nagy
kávéház rajongó vagyok, nem csak a kávé miatt, hanem szeretnék csinálni egy ilyen keresztény kávéházat, mert egyszer el is jön majd az életembe ez. És egyszer volt már Budapesten egy református kávéház, a főutcán a budai gyülekezetben, és úgy hívták ezt a kávéházat, keresztény kávéházat, hogy öt égtáj. És nagyon először nem értettem, milyen elgondolok, hát négy égtáj van, csak főződő, milyen öt égtáj. És pont ezt akarta kifejezni ez a kávézó, hogy ez egy más dimenzió. Nem a észak-dél-kelet-nyugat, hanem ez mindenek fölötti hely. Egy olyan találkozási pont, ahol lehet kávézni, beszélgetni, kiállítások voltak, kulturális rendezvények, lelki alkalmak, de mind fölött az ötödik égtájhoz kapcsol bennünket, magához, Istenhez is. Szerintem nagyon jó cím volt ez, kár, hogy nem sikerült aztán fenntartani ezt. Isten országa valóság, ez az evangélium második üzenete. És harmadik pedig az, hogy az evangélium olyan dolog, hogy hatása van a hétköznapra. Végülis minden lelkész ezt szeretné, hogy amiről prédikál, az annak legyen valami gyümölcse. Magunk számára is azt szeretnénk, hogy nem csak egy elvont prédikációt hallgatunk, hogy valakit látunk a szószéken botladozni, hanem az egy olyan dolog, ami az embert átjárja. Tehát az evangélium, ami az emberben benne marad, az nem az. Hanem annak ki kell szabadulni. Hát Jézus erről beszél végig, főleg ugye a farizeusokkal, írástudókkal szemben, akik tudták azt, hogy mit akar Isten, de ugye a maguk titkába őrizgették. Elfilozófálgattak ott rajta, meg eltörvényeskedtek, de úgy nem árad ki a mindennapokba. És Jézus ezt hozzá el, hogy hát itt nem erről van szó, hogy itt mi egy elit klubot létrehozzunk, hanem ez egy valóság. Kimentek az utcára, és ott találkozni fogtok betegekkel, nem normális emberekkel, meg sátánistákkal, meg sok mindennel, de most ha az evangélium bennetek van, akkor átjár bennetek, és ti is ezáltal másokat átjártok. Tehát az evangélium egy olyan dolog, ami hatással van a hétköznapokra. És lehetne mondani példákat, meg biztos láttatok ti is ilyen filmeket, hogy az evangélium hogy változtat meg egy várost, egy gengszert, vagy egy családot. Nagyon sok ilyen példa van. Jók ezek a történetek, lehetne őket sorolni. De az evangélium valami éppen ezt jelenti, hogy az ember hatással van másokra. Tehát ez az evangélium összefoglalása most ebben az összefüggésben máshogy is össze lehetne. Miért jött el Jézus erre a világra? Isten országa valóság és hatása van a hétköznapokra. És úgy gondolom, hogy ez az egyetlen dolog, ami válaszol a félelmekre. Úgy kezdtük ezt az igehirdetést, hogy van az emberben egy ilyen, főleg a kezdésnél, egy ilyen elbizonytalanodás. Egyfajta félelem. És én azt gondolom, hogy ezt a félelmet semmi más nem tudja kompenzálni, csak az evangélium. Ezt valaki így fogalmazta meg, hogy a félelmet csak egy nagyobb félelem tudja kiűzni. Az ember próbál praktikákat, pszichológiai módszereket, lehet, hogy segítenek is valamit, de az alap belső félelmet, az embernek az idegenségét, a magányát, mindattól, amitől fél, azt az evangélium tudja feloldani, vagy megoldani. És azt gondolom, hogy ez az, ami az embert, ha átjárja, akkor megtelik szeretettel, és fel tudja ismerni akár a tanulmányokban is a jót. Abban, amit tanultok, azt lehet szeretni. Lehet, hogy most nem mondtam a nagy dolgot, de hogy azt, amiben az ember gyötrődik, meg szenved, meg időnként átkozódik, azt szeretni is lehet. És volt egy a parókia.hu, nem egy pár héttel ezelőtt, néhány vagy múlt héten egy riport egy asztalossal, nézzétek meg, nagyon jó kis riport, van kis videó is, meg cikk is, egy Albert Irsai presbiterről, aki asztalos. És ez az első mondata, megjegyeztem annyira szép, hogy az asztalos szakma a legszebb szakma a világon.
Tehát egy asztalos elmondja, hogy az ő munkája, amiben egyébként föl kell reggel 4:30-tól, és ott hagyja a műhelyt 8-kor, és tudjátok, mert egy asztalos műhely, forgál, stb. Vagy levágja az ujját, vagy nem. Sok veszély van benne. És ez az első mondata. És elgondolkodtam, hogy ezt úgy, hogy elmondaná néhány ember még a világot, hogy a tanítás a legszebb, vagy az óvónim, vagy az egyetemista lép. Most ki, ahova jár, helyettesítse be, hogy a legjobb, ahol én járok. A legjobb diáknak lenni. Ilyen furcsa kimondani. De hogy azt gondolom, hogy ha áttevődik a félelem részéről az ember élete az evangéliumra, akkor megtelik az ember ezzel, és úgy beszél róla. És ti is találkoztatok olyan emberekkel, akiket átjárt valami, akár az evangélium, akár a saját szakmája, és úgy tudott róla beszélni. És hogy néztetek, hogy hát ez így beszél a saját munkájáról, hogy gyötrődik, dolgozik. És igen, ez ilyen, amikor valami átjárja az embert, és keresztényként ez nagyon fontos felismerni, hiszen az evangélium, az örömhír az egy felismerhető dolog. Benne van a nevében is örömhír. Evangélion, az öröm az a meghatározó része ennek a szónak, és mind a kettő fontos, a hír az öröm része fontos, és a hír része pedig olyan, amit a hír az azért, hogy az ember továbbadja. Nekem is szól a hír, de ez egy továbbadható dolog. Most ebben az elektronikus világban a megosztás, az elküldés, a továbbküldés, ez most már egy még népszerű is. És azt gondolom, hogy így működik valahol az evangélium. Jézus erre bíztatja a tanítványokat egész életükben, hogy azt, amit megtapasztaltak ők maguk is Jézus szeretetéből, Jézus ajándékaiból, Jézus élelmezéséből, Jézus hitéből, azt adják tovább. Az evangélium így szaporodik, ez egy furcsa dolog, minél többet ad valaki, tovább, annál több lesz. És jó ezt átélnünk, és ha most mind a két rész bennünk van ezen az estén, hogy vannak félelmeink, vannak bizonytalanságaink, és főleg aki pályakezdő, vagy iskolakezdő, vagy éppen arra gondol, hogy pár év múlva mit fogok én csinálni ezen a tudással, amit elértem, akkor gondoljon erre, hogy a félelemnek a kompenzáció az az evangélium, és Isten ezeket elrendez az ember életében. Úgy is, hogy lehet, hogy pályát kell változtatnia, úgy is, hogy megerősíti abban, amiben van. De ha az ember ráfigyel, akkor minden dolgát átjárja az evangélium. És ez az asztalos mester olyan érdekes volt a tanítványa. Ez egy hívő presbiter. A tanítványai viszont nem hívők. Hanem az egyik szakmunkás képző oda mennek hozzá, és gyakornak ott nála. És az ő velük való kapcsolatot nagyon szépen elmondta ez a mester. Úgy tekintenek, mint mester, és időnként meg úgy kezeli őket, tényleg, mint a gyermekei. És egyszer bejött lúva-fúrva az egyik kiabálva, most hogy ki van akadva, szerelmű, bármi miatt, és akkor elbeszélgetett egy 25 percet. És azt mondta, hogy igyekezzél dolgozni, így nem kell. És akkor ez egy majdnem olyan, mint egy lelkészi, lelki gondolás, hogy igen, gyere helyre. És akkor helyre jött a gyerek, és elkezdtek dolgozni, és elvitte őket, templomba elvitte őket, keresztény foci meccsre, nem tudom mire, egyházmegyei találkozóra, és azért, mert ez érzi azt, hogy az evangélium az hat, azt tovább lehet adni. Hát én is ezt kívánom nektek, akár pályakezdőként, akár ott vagytok valahol, hogy éljünk az evangéliummal, Jézusnak ezzel a mondatával, kezdjünk valamit, betelt az idő, elközített már az Isten országa, térjetek meg és higgyetek.